Hello, sziaszt! Szevasz, üdvözlök mindenkire ezzel a szép napon, reggelen, délutánon. Ahogy látjátok, készen vagyunk, ugyanis nem máshol megyünk, mint jetskizni, és valamit fogunk csinálni. Nem más, mint a Lucas-szel. Szervusz! Nem más fogunk csinálni, mint... Csak várjál, leülök, hogy belegyen a Lucas is rendesen benne vagy. Az a baj ezzel be a GoPro-ba, hogy nem tudjuk, hogy mi van benne, meg mi nincs, mert nincs rajta kijelző. És a múltkor ugye átvertem a Lucas-t ezzel a bűvész vizes üveggel. Nem jó volt! Én tudom, hogy nem jó volt, de vicces volt. És ezért gondoltam, hogy ennek cserébe, vagy nem tudom, hogy mondják, mivel múltkor ugye így átvertem és belement a víz a fejébe, gondoltam, hogy valamit megengedek neked, jó? Mi? Amit rettentő régóta szerettél volna. Mi? Nem más, mint... Lehet, hogy nem jó ötlet, de majd meglátjuk. Te mehetsz, mögötte fog hűlni a jetski, ugye? És a Lucas mindig is akart vele menni végsebességgel. Okay. Ez az top speed, full speed. Ez volt az egyik álma, hogy ez az álma, hogy ő akar vezetni és teljes gázba akar menni. Szervusz, itt van a Davies is. Úgyhogy gondoltam, mivel múltkor átvertem, ezért hadd menjen vele. És megnézzük, hogy tudja kezelni a jetkit. Ugye? Mit? Én is tudom úgy csinálni, én fogok mögötted ülni, én ülök majd a Lucas mögött, a Lucas meg megy vele, én majd kapaszkolok, és nagyon remélem, hogy nem fogunk beleesni, ugyanis... Én most 100% vagyok, hogy beleesünk. Bele, mi? Hát nem hiszem, mert ha beleesünk, végülis ez a jetski a vízen a legtöbben, úgy tudom, hogy a 80-85-tel tud menni kilométer per órával, és hogyha akkor beleesel a vízbe, nagyon megütöd magad, hidd el nekem, de... Na minden, majd kapaszkodunk. Hogy húzzuk magunkat, meg húzzuk a... mit húzzunk? Hozzam a telefonomat, hozzok inni, hozzá magadnak te is inni, rendben van? Úgy, a kérdésem hozzátok, csak ezt ide várjál, leteszem. Ugye, nem tudom, hogy ki ment már jetskivel, meg ki nem, de hasonló, mint motoron. Nem túl hasonló, de hasonló. És hogyha mentél már motoron, tudod, hogy milyen az az érzés, mikor mondjuk van rajta csak egy ilyen sisak, egy ilyen feles sisak, és így szemedbe fúj a szél. Persze, hogyha nincs rajta ugye szemüveg, és ti milyen motorral, mennyivel mentetek a legtöbbet? Tehát itt mindegy, hogy milyen motor, lehet itt Romet, lehet itt Simpson, lehet itt Kawasaki, gyorsasági, cross motor. Nektek mi volt a végsebességetek? Nekem annak idején volt ugye motorom, több motorom, erről a legközelebb beszélünk, de azok a motorok nem mentek olyan túl gyorsan, ezek a mai motorok most már elég gyorsan mennek, és... Mi volt a végsebességetek? Ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, és hogy milyen érzés. Bár aki ment a gyorsan motorral, vagy mondom jetskivel, vagy amikor szemedbe fúj a szél, vagy a hajadba, tudjátok, hogy milyen érzés, mint hogyha szabad lennél olyan. Más, mikor még egy autót vezetsz, meg más, mikor rajtulsz még egy ilyen jetskin, vagy egy motor, és szemedbe fúj a szél, vagy a hajadba, és olyan szabad vagy, legalábbis nem tudom, én így érzem. Minél gyorsabban mész, annál szabadabb vagy, meg az adrenalinod így ugye felmegy, nem tudom, nem lehet így elmagyarázni, de hogyha van rá lehetőségetek, próbáljátok ki. Ha nem is jetskivel, de motorral. Ha nem is ti vezettek, de valaki mögött. Ha gondoljátok, ide írjátok meg, hogy mennyi volt, amivel legtöbben mentetek. Bármint olyan úton, ami nem volt veszélyes, és... Na minden? Úgyhogy húzzuk magunkat és induljunk. Vízbe, pörögtünk egy párat, amúgy jól leütöttük magunkat, rettentő meleg van, úgyhogy most átadom a Lucasnek, készen vagy? És végsebességgel fog menni, csak várjál, megtöröltük a kamerát, végsebességgel fog idét menni, hogy merre, valószínűleg arra egyenesen, már nem mutatok, megfordulok addig. Majd nagyon próbálok kapaszkodni és nem beleesni. De hallod, majd vigyázzál! Mutatom, ez a gáz itt elől, látod? Ez pedig a fék. Hogy ezt megnyomjuk, akkor megáll. Itt pedig mutatja, hoppá, hogy mennyivel megyünk, meg hogy merre megyünk. És jelenleg 5-tel megyünk, nem tudom, lehet-e látni vagy nem. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint helyet cserélünk. Rendben van? Helyet cserélünk? Már addig kirakom üresbe. Mutatjuk mi a full speed ahhoz, oké? Hát jó, megmutatjuk, várjál, cseréljünk helyet. Ez itt a gáz elő, rendben van? Okay. Ez a fék, de nem nagyon húzzuk egyiket se, először csak szép lassan megpróbálkozunk vele, jó? Oké, okay, de ahhoz tudom mutatni, hogyan a top speed, hogyan tudnánk. Én mutassam meg? De amit csinálom, jó. Rendben. Én akarom tudni, ha tudom csinálni vagy nem. Na, készen vagy? Akkor indulunk. Ahol jönnek a hullámok. Jaj, nem akarom csinálni. Na, várjál, megvárjuk a hullámot. Mehetünk. Először csak szép lassan. Gyorsabban. Megyünk. Fogaszkodok. 2, 1, mehetünk. Úgy bevágtam, hogy kikámad ide a vállalat. Várjál, megyünk, ha megfordulunk. Arra megyünk el, ugyanis arra kevesebb az ember. Mondjuk, mikor tudod? Mikor? Várj, megvárjuk ezt a hullámot. Várj, itt jön. Mutatom. Látod, ezt a hullámot itt megvárjuk. Nem olyan nagyok most már. És utána egyenesen, arra felé egyenesen. Rendben van? Oda nagy házak felé, Surface felé. Készen vagy? Ja. Na, akkor 3, 2, 1, mehet! Na, nem tudtam rendesen fogni a kamerát, és mert kicsit gyorsabban mész már, mint 30 vagy 40, akkor nagyon elkezd rászkodni, és egyszerűen nem tudok mit... Mi, hova mész? Nem tudom rendesen fogni a kamerát. Na minden, megyünk arra felé. Oké. Okay. Na, helyet cseréltünk, ugye most a Lucas úr, várjál, mutatom. Itt hátul... Jaj! Jaj, meg vagy? Ugyanis a Lucas nem tudja rendesen tartani még. Azt hiszem, hogy túl közel vagyok a kamerához. Na minden, ugye most már én megyek most végsebességgel, figyeld! Mentünk végsebességgel. Olyan 80-nal tudtunk menni egész pontosan, és egy kicsit nagyobb a hullámok, minél nagyobbak a hullámok, ugye annál lassabban tudsz menni, mert csak dobál a víz. Főleg, hogy valaki mögött elül, nem akarod, hogy leessen, főleg a Lucas nem bele a vízbe. Te mennyivel mentél? Mit mondtál? Ilyen 40? Mi volt a végsebességed? 40 volt, majdnem 50. Mondjuk azt, hogy majdnem 50. Jó, várjál, fogozkodni kell. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, vagy legközelebb megpróbálkozol be, jó? Nem lesz ennyi hajóként, ugyanis mutatom, látod? Nem tudom, látod-e vagy nem, de rettentő sok hajóban mindenhol jönnek, mennek. Ha nem lesz ekkora hullám, akkor mehetsz vele, amennyivel csak bírsz. Rendben van? Rendben. Úgyhogy most húzom a vizet, ide visszarapom, és azt hiszem, hogy pörgünk egy párat, hogy leütsük magunkat. Mit szólsz hozzá? Megjöttem, vagyis megjöttünk, csak közben én is megjöttem, mert kiálltam az autóval a garázsból, mert itt van apukám és csinálja a csónakját. És mit akartam nektek mondani, nem más lesz elvére, képzeld el az egyik kedvencem. Ugyanis nem tudom, mondtam-e vagy nem, biztos, hogy mondtam, nem? Sajt, rántott sajt. Én rettentően szeretem a rántott sajtot, de nem olyan sűrűn eszünk, ugyanis van többféle fajta sajt, csak a legtöbb sajt így összeesik, mert nem elég kemény. Ilyen éttermes helyeken én azt hiszem nem is lehet kapni, sose láttam sehol, hogy rántott sajtot lehetne rendelni vagy kapni. Utoljára Magyarországon ettem, ugyanis Magyarországon mindenhol lehet ugye kapni. Én rettentően szeretem a sajtot, főleg a rántott sajtot, és a feleségem ilyet csináltam, és a múltkor találtunk egyszer, meg még egyszer ilyen kemény sajtot. Nem mindig lehet ilyet találni, már mutatom milyen. Már most nem lehet látni, mert meg van csinálva. Látod? Itt a rántott sajt, ilyen keményes. Hoppá! Elég nagyra sikerült, és nem mással, mint ilyen rizi-bizi-buzival leszük. Úgyhogy most szólunk a Lucasnek, mert biztos, hogy nem hallotta. Lucas! Ja, azt mit csinálsz? Jó, hát mondtam, adunk egy percet. Adunk egy percet, adunk 30 másodpercet. Úgyhogy meg fogunk most ebédelni. Te! Ugye a jatkit szépen megmostam, ugyanis hónapról képzeld el mondja az esőzést. Nem hiszem el nekik, de sose lehet tudni. Talán elmegy ez a nagy meleg. Látod, szépen megmostam, letakartam. Nézd, bejött egy légy. Most mi csináljunk vele? Kizárjuk? Nem, mész haza. Azt mondom, hogy le kell csapni. Na mindegy. Oda, uff, kizárjuk, most ott megdöglik, aztán majd onnét felvesztük, hogy a döglet lesz. Ebéd vége, most még nem más csinálok, mint beveszem, képzel az antibiotikumomat. Ugyanis múltkor el kellett menni a fogorvoshoz, mert ugye rossz az fogam, ez a fogam, meg ez a fogam, most már ez nem rossz, mert megcsinálták. Kigyökérkezelték, elmentem, vagy háromszor, nem, négyszer. Ja, mert képzel egyszer elmentem, és nem volt megfelelő műszerben, meg tudták volna csinálni, vagy valami, és vissza kellett menni, mindegy, elkészült, de azt mondták, hogy antibiotikumot szedjek be egy pár napig, ugyanis lehet, hogy egy kicsit be van gyulladva. Na minden. Általában majdnem mindig elfelejtem. De most eszembe jutott. Bár hogyha nem veszed be, akkor ugye nem használsz semmit se. Amúgy ez egy ilyen, mutatom, ilyen antibiotikum. Látod? Ilyen fajta, ilyen. Milyen? Ilyen. Nem látod? Ilyen kapszulás. Látod? Ilyen. Nézd jó. Mi van a szádon? Töröld meg. Rajta van a sajt. De. Naponta 3-at kell enni. Mit? Az jobb. Ja, az jobb. Naponta 3-at kell enni ebből, és általában jobban fogsz lenni. Bár most már annyira nem fájtsuk, hogyha péletlen ráharapok, akkor még mindig fáj. Ugye, ha, lenyomjuk. Úgyhogy, most nem más csinálunk, hogy megosztom ezt a videót. Eljöttünk egyet, pöslantunk. Legalábbis a Davies pöslant egyet. Most fejezted be az ebédet, és mit csinálsz? Játszol? Úgy ma délután nem tudom, hogy fogunk csinálni, lehet, hogy csak játszani fogunk egyet itthon. Ahogy mondtam, még mindig meleg van. Te a jazzkin ugye úgy jó, mert leütöd magad, mert itt ott beleesel, de kint sétálni, nem lehet sétálni, rettentően ilyen izzadós ez az idő, mi nálunk ugye nem ez a száraz meleg van, hanem az a izzadós meleg van mi nálunk. Hoppá! Úgyhogy én azt hiszem, ezt a mai videót itt most lassan befejezem. Ne felejtsétek el, hogyha még nem voltak feliratkozva a csatornára és tetszett, amit láttatok, nyomjatok egy ilyen feliratkozós gombot, és egy lájkot, egy szeretést erre a videóra, hogy minél előbb ugye elérjük a 100 000 feliratkozót, amitől már nem mondjuk olyan túl messze szerintem. 82 000 valahányan vagyunk feliratkozva, ami elég jó szerintem. Egy-két héttel ezelőtt, nem? Vagy 3 héttel ezelőtt még csak 79 000-en voltunk, úgyhogy mindenkinek meg szeretném köszönni, aki azóta is feliratkozott, meg azoknak is, akik most már fel voltak iratkozva egy darabig, és nem iratkoztak le. Úgyhogy mindenkinek meg szeretném köszönni, aki nézi a videókat és szereti őket. Mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Holnap folytatjuk tovább. Sziasztok!